Az Inforádió Aréna című műsorában nyilatkozott az oktatási államtitkár, és azt mondta, hogy ugye lezárult a Nemzeti Alaptantervnek a társadalmi vitája, és hogy generális véleményként fogalmazódott meg, hogy túl sok a tananyag a NAD-ban. És akkor itt jön a szó szerinti idézet, ezen még valahogy lehet változtatni. Kiadtam a jelszót, hogy baltát a kézbe, baltázni a tananyagot, ellenőrizni valóban így van-e, vagy ez csak benyomás. Hiller István a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Remélem baltát nem hozott, mert nem kell tehát szó szerint érteni, hogy most itt baltával beszélgetünk, és vagdossuk a tananyagot, társadalmi vita folytatásaként, de attól jobb lesz a NAD, hogyha most így lefarigcsálunk belőle? Nem lehet tudni, hogy ezeket a gondolatokat vagy mondásokat egyedül találja-e ki az államtitkárasszony, vagy egy kisebb csoport gondolkodik rajta, hogy ilyen jókat sikerül mondani. Hát, hogy is mondjam, nem azt akarom mondani, hogy suta inkább talán, hogy ez egy ilyen unortodox megoldás, még a világon viszonylag kevés helyen írtak nemzeti alaptantervet baltával. De egyáltalán, higgyen nekem, szerintem kevés helyen írtak egyáltalán baltával. Igen, hát alaptanterv... Hát kőbe vésni, mondjuk ott lehet, hogy segítség a balta. Egyébként a sajátos megfogalmazás mellett azért itt egy roppant komoly dologról van szó. Végül is a nemzeti alaptanterv, nem kell, hogy mindenki oktatásügybe ilyen értelemben jártas legyen, amit a gyermekeink, az unokáink tanulnak az iskolákba, az ennek a nemzeti alaptantervnek a lebontott része. Ez az az alapdokumentum, amit aztán később legkülönbözőbb tantárgyak formájába lebontanak. Na most nyilván vannak olyan testületek, egyesületek, amelyek mondjuk a saját területekről, történelemtanárok, magyar tanárok, fizika tanárok véleményeznek. A magyar tanárok külön, a történelem tanárok külön azt mondták, hogy ez így elfogadhatatlan. De ami még talán fontosabb, mégiscsak a magyar oktatásügy tudományosság legfelső fóruma az a Magyar Tudományos Akadémia. Erre külön egy bizottságot hoztak létre, saját közzétett állásfoglalásuk szerint 300 magyar tudós véleményét konszenzusos, egyetértéses alapon jelenítették meg. A természettudományokról, hogy most nem magyart és történelmet említsek, azt mondja a Magyar Tudományos Akadémia, hogy tudomány idegen szerkezetet erőltet a tananyagra. Lefordítom ezt köznapi nyelvre, az azt jelenti, hogy elégtelen. Hogy ez megbukott. Hogy ezt nem toldozgatni, foldozgatni kell, nem egy kicsit csiszolgatni, balta sem a legjobb megoldás, ez így, ha egy tudós testület azt mondja valamire, hogy tudomány idegen, nem az, hogy emeljük még be a legújabb kutatásokat, próbáljuk meg árnyaltabban fogalmazni, tudomány idegen. Az azt jelenti, hogy ezen nincsen mit csiszolgatni. Hát azt is mondja az MTA, hogy egyes műveltségi területek eltérő szakmai színvonalon szerepelnek, tehát eltérő szakmai színvonalat nyújtanak, vagy nyújtanának ebben a NAD-ban bizonyos tudományos területeken. Ez így kiderült ön számára, hogy mik ezek az eltérő színvonalak? Tehát, hogy valami ugye túl részletes nyilvánvalóan, igen, valami meg el van nagyolva, aztán mindenki úgy értelmez és úgy tanítja, hogy akarja? Na, ez lenne egyébként az a mechanizmus, amit most említett, ami egyébként kiegyenlíthetne különbözőségeket. Tökéletes? Nincs. De akkor nem ez van? Hát nem. Ez a nemzeti alaptanterv javaslat, mert ma megtudtam az államtitkárasszonytól, hogy hát ő még nem tudott ezzel részletesen foglalkozni majd a későbbiekben, ő most hagyta idáig, hogy ez szabadon áramoljon, mint a szélesen hömpölygő folyó, de aztán majd most. Viszont azt tudjuk, hogy a kötelezően előírt, és amit helyben egy tanár, egy tantestület szabadon taníthat a saját gyermekcsoportjának a legjobb ismeretébe, vagy a saját helységének a legjobb ismeretébe. Az 90 a 10%-hoz. 1978-ban egy mert korábbi... Bocsánat, 90% a szabadon tanít, nem? 90% a központi, igen, amiben nincsen szabadon mozgástered neked tanár, hanem 10. 1978-ban egy korábbi MSZMP központi bizottsági határozat alapján megszüntették Magyarországon a központi oktatási irányítási struktúrát a tananyagba, és meghatároztak egy arányt.
Mert azt mondták, hogy ami idáig volt, hogy gyakorlatilag mindent meghatároztunk központilag, az elavult 1978. Akkor tudja, hogy milyen százalékos arányt állapítottak meg? 70 a 30-hoz. 70 a 30-hoz. 1985-ben azt mondták, hogy valóban bővítsük a szabadságot, mert nem lehet, hogy mi, mondjuk a Szalay utcában volt akkor is az oktatásért felelős minisztérium, mi tudjuk a legjobban, hogy Kisvárdától Nagykanizsáig mi kell az egyes osztályoknak. Most, durván 40 évvel később, sikerül 90 a 10 arányba beállítani azt, amiről az országunk valóban akkor, amikor általános iskolások voltunk, akkor volt ez a elhaj szál az ének, zeng az ének, hát teljesen ez jut az embernek az eszébe. Jó, csak akik meg ezeket a százalékos arányokat és ezeknek a másik irányba való eltolását eddig kritizálták és kritizálják, azok meg azt mondják, és biztos, hogy van ennek is igazságtartama, hogy pont emiatt van az, hogy nincs egységes szint, illetve különbségek vannak a különböző iskolák között, mert itt azt gondolják, hogy itt ők ezt tanítják, egy másik iskolában meg azt gondolják, hogy ők amaszt tanítják, és ha mondjuk innen meg onnan összegyűlnek mondjuk egy középiskolába a gyerekek, akkor kiderül, hogy ja, hát mi még ezt, még a Mohácsi vészt, ezt mi nem tanultuk soha. Mi meg még nem tanultunk másodfokú egyenletet. Tehát, hogy valahogy a tudás szintnek az egységesítése elvárás lenne, indokolják a másik oldalon. Persze, ez az. Magyarország 1973-ban, nincs ezzel semmi gond, szép lassan valóban történelmi távlat. Az, hogy nincsen egységes követelési szint, hát nem gondoltam, hogy 78 előtt volt 63, vagy 73, ilyen alapon lehetett volna 69 is. Volt egységes követelési szint. Ez az úgynevezett kimeneti szabályozás. Nevezzük kimeneti pontnak az érettségit. Hogy az érettségihez, ahol egységes követelményrendszer volt, minden magyar gimnazistának ugyanúgy meg kellett felelni, és az érettségének, mint kimeneti pontnak egységes követelményrendszere volt. De hogy ez a B pont, hogy A pontról B pontra hogyan jutsz el, abba te kisvárdai tanár, te Tolna megyében dolgozó, vagy Budapest belvárosába, akik legjobban ismeritek azt a 22 gyermeket, és azt a környezetet, ahol ez a 22 gyermek él, azt valóban határozd meg te. Adunk mindenféle segítséget, de nem akarunk okosabb lenni nálad, hogy mi majd megmondjuk egy irodából, hogy Dombováron mi a tuti. Igenis volt egységes követelményi szint, ez a követelményi szint azonban nem azt mondta, hogy megmondom hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, hanem hogy hogyan jussál el. A NAT ennyire nem mondja le, hogy hétfőn kell az erkölcstant tanítani, kedden János Vitéz, szerdán nem tudom, Mohácsi de. Csak a nemzeti alaptanterv egy olyan alapdokumentum, amiből le kell bontani azt, amiről ön az előbb beszél. Más nem lehet, mint amit a NAT magába foglal, csak nyilvánvalóan konkrétumában kerettantervek, helyi tantervek, különböző tantárgyaknak a tantervei időben be kell osztani. Igen, de az a nemzeti alaptanterv meghatározza az egészet. Ennek különböző lebontásai jelennek meg az ön vagy az én gyermekemnél, vagy ismerősünknél az iskolába. Baltával, vagy bármivel? Hogyan ez lehet ezt... Ezt ne haragudjon, én tudom, igen? Hogy már ezen lovagoltunk, le is szállok róla, de baltával oktatás ugye nem lehet. Az egy egészen más tudomány, ha egyáltalán tudomány, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy... Hát a favágás tudománya. Hát baltával több mindent lehet, most csak tételezzük fel a favágást. Én minden esetre azt mondom, hogy aki a gyermekünk tantárgyi alapdokumentumához baltával közelít, annak azért mondjuk, hogy állj. Jó, akkor hagyom a baltát. Jó. Szóval teljesen mindegy, hogy mivel, tehát így egységesen darabolni, hogy jó, az a szakértők, szakemberek vélemény, hogy túl sok a tananyag, na akkor ne legyen, mit tudom, fél év alatt 10 vers és 5 monológ, ez még az én felvételi követelményem volt, igen. Kívülről megtudása, vagy megtanulása a követelményem, akkor csak legyen 2 monológ, meg 6 vers. Tehát, hogy ezt így mérik egyébként ilyen dekára? Van egy természetes és normális arány. Az úgynevezett lexikális tudás, és az úgynevezett kompetencia, magyarul a különböző szakismeretek,
írás, olvasás, szövegértés világába. Ennek megfelelő arányára valóban a pedagógia tudománya való, és akkor ezt a bizonyos arányt érdemes belefoglalni, mint ahogy belefoglaltuk korábban 2007-ben, 2003-ban és a korábbi nemzeti alaptantervekbe. De senki nem gondolt, azok sem, akik velünk vitatkoztak akkor. És hát azért Magyarországon a pedagógia tudomány személy összetételébe irdatlan sokat nem változott az elmúlt 4 évben. Akik vitatkoztak velünk, azok sem mondták azt, hogy egyébként majd mi 90%-ba megmondjuk a mozdíthatatlant, amit soha senki nem fellebezhet majd meg. Én azt gondolom, hogy ez nem tud máshoz vezetni, mint valóban az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Mert előírhatsz te akárhány memoritert, különböző képességű, különböző helyszínű, különböző tanuló képességű gyermekcsoportok vannak, nevezzük osztályoknak, arra való a pedagógus, a tanár, hogy ez képes legyen kiegyenlíteni. Felmérni, na, ezt hogy sikerült most baltával szétverni. Felmérni, hogy mit kell, és mit hogyan lehet egy adott csoportban. Na, hát minden esetre van még idő itt a baltázásra, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Reméljük a legjobban. Faragványból. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.